A munkások itt még csak készülődnek arra, hogy helyére emeljék a Apor Vilmos szobrát. A teljes alapos mű önmagában közel 500 kiló, míg talapzata másfél tonnát nyom. A szobrot Lebo Ferenc szobrász művész készítette, aki elmondta, egy áldó védelmező mozdulatot ábrázolt az emlékműn azért, mert ez volt a püspök legfőbb jellemzője. A szociálisan érzékeny, a rászorulók, elesettek védelmére kelő püspököt ábrázolja egy áldó védő mozdulattal, nem messze mártíromságának a helyszínétől. Hogyha csak a síremlékét nézzük, nem véletlenül található ott a jó pásztor ábrázolása, ugyanis a vészterhes időkben ő a rászorulók üldözöttek védelmére kelt. Az emlékmű végül talpra állt a káptalan domb legmagasabb pontján, a püspökvár tornya előtt kapott helyet. Az előzetes mintázással, gipszbe végül bronzbaöntéssel közel 3/4 évig tartott a mű elkészítése. A művész hozzátette, ez egyben kettős évforduló is. Részben Apor Vilmos születésének 120. évfordulója, illetve II. János Pál pápa 15 éve avatta boldoggá a püspököt.